cserébe akadálymentes lett az összes. Hát ez nagyon szép lett, ez az egész terület, hogy csodálatosan. A Sarló utca 14, 16 és 23-as szám előtti járdák újultak meg az elmúlt hetekben, és a korszerűsítés keretében a lépcsőházak és az üzletek bejárata is akadálymentes lett. A kivitelezés 3 hét alatt fejeződött be a vízivárosban. Ebben az évben, mikor a központi energiabeszerzések megtörténtek, akkor az, amit gondos város félre rakott azért, hogy Isten tudja, mi lesz, abból annyi pénz maradt még, hogy minden egyes választókerületnél további 23 millióval megemelték a keretet júniusban. A beruházás során a járdák részleges pályaszerkezet cseréje is megtörtént, illetve a szegélyeket is mindenhol újraépítették. A kivitelezés során a vízelvezetésre is figyeltek, mondta Timár Tibor, a Városgondnokság műszaki ellenőre. Nagyon fontos a járdák esetében, hogy a vízmegállás ne legyen lehetséges semmilyen időjárási körülmény között. A vízmegállások mindig veszélyt jelentenek elsősorban a téli időszakban a lefagyások kapcsán, illetve nyári időszakban a vízmegállások gátolják a gyalogosok szabad közlekedését. Az aszfalt vastagsága mindenhol állandó, azonban alatta az alépítményeket úgy alakították ki, hogy az üzletek és a lépcsőházak bejárata síkban legyen, és onnan kifelé folyjon a víz.